Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2023. február 23-án csütörtökön. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Központi főzőkonyha felújítása. ...2023-as divat. Parasport napja. Sikeres felújítási pályázatot nyert a Mezőtúri Központi Főzőkonyha, amelynek részleteiről Szűcs Dániel polgármester nyilatkozott sajtótájékoztató keretein belül. Az egyike a központi főzőkonyha kialakítása Mezőtúron címszóval. Itt hál' Istennek egy igen komoly pályázati összeget sikerült elnyernünk. Nettó 500 millió forint támogatást biztosít számunkra az Európai Uniós forrás, és ebből az összegből már megvalósíthatónak látjuk azt a régi álmunkat, amelyet az elmúlt években kicsit félre kellett tennünk, illetve, hát ha így fogalmazzak, ha a mai eredményt nézzük, akkor el kellett csúsztassunk. Ugye korábban volt egy topos eredményünk, amelyben egy jóval kevesebb összegből kellett volna az új főzőkonyhát megvalósítanunk. Erre akkor nem láttunk megoldást, mivel az árak annyira felmentek akkor, hogy az elnyert forrásból nem láttuk megvalósíthatónak ezt a beruházást. Önkormányzati önerőt pedig nem tudtunk mellé rendelni. Így akkor arról döntött korábban a képviselőtestület, hogy azt a pályázatot visszaadjuk. Tettük ezt azért, mert bíztunk benne, hogy lesz egy újabb pályázat, amelyből meg tudjuk valósítani. Most azt a jó hírt tudom tehát közölni, hogy elnyertük erre a forrást, és ebből a forrásból pedig a következő fog megvalósulni. Egy új központi főzőkonyhát fogunk létesíteni a Városi Oktatási Centrum udvarán lévő, volt főiskola udvarán lévő egyik volt épületünknek a lebontásával és átalakításával egyidejűleg. Ez a régi kazánház, hogyha ez valakinek segítség a régi nevén nevezve. Egy szép nagy téglatorony egyébként, amiről fel lehet ismerni, erről az épületről beszélünk ott a volt főiskola udvarán. Ennek az elbontásával és átalakításával, illetve egy teljesen új épületnek a felhúzásával fog megvalósulni egy 2000 adagos konyha. Ez azt jelenti, hogy a 2000 adagos konyhán belül 1800 adag úgymond normál konyhai előállítással elkészült, tehát normál ételnek az előkészítése, ami a gyermekétkeztetést segíti nyilvánvalóan. 100-100 adag pedig a diabetikus és gluténmentes ételnek az előállítására fog majd szolgálni. Egy olyan modern, teljesen új, a legújabb konyhatechnológiai megoldásokat fogjuk alkalmazni, és a legújabb konyha eszközöket és berendezéseket fogjuk egyébként megvásárolni és beszerelni ebben a nagyon új épületben, amely azt gondolom, hogy rendkívül fontos lesz, és a későbbiekben nagyon sokáig fogja szolgálni a mezőtúriaknak az érdekeit. Itt ugye ebben a konyhában a gyermekétkeztetést fogjuk elsősorban ellátni, de egyébként egyéb terveink is vannak a főzőkonyhával kapcsolatban. Ugye itt kaptam kérdést a lakosság részéről is, például a Facebook bejegyzésben, amikor erről a jó hírről ugye tájékoztatást adtam, hogy a lakosság számára elérhető lesz-e az itteni konyhában megfőzött ételek. A válaszom jelenleg az, hogy elvitelre mindenképpen egyébként, tehát azon dolgozunk, hogy erre megoldást találjunk. Nyilván az elvitelre most is van lehetőség, tehát most is van egyébként ilyen igénylés, illetve szolgáltatás. Most jelenleg a Kilián konyhában, illetve az Rényi úti konyhában főzünk. A későbbiekben is szeretnénk, hogyha ez megvalósul, vagy nyilván ennek vannak korlátozott lehetőségei, ahogyan elmondtam, hogy hány adag számra képes a konyha. Illetve ugye többektől megkaptam azt a kérdést én is, illetve korábban Herceg Zsolt, akkor még polgármester, most már képviselő úr is, hogy mi lesz a volt főiskolának a konyhájával, miért nem azt újítjuk fel. Az eredeti terv az az volt, hogy azt a konyhát szerettük volna felújítani, és azt az étkező részt szerettük volna felújítani. A mostani pályázati kiírás azonban arról rendelkezett, és egy határozott pontja volt, hogy tálalókonyhának a felújítására
nem tudnak forrást adni. Ez azt jelenti, hogy bármennyire akartunk volna mi pályázni ennek a felújítására, logikusan egyértelmű, hogy elutasításra került volna ezen pályázatunk. Így gondolkoztunk abban, hogy egy másik helyszínt találjunk számára. Nyilván itt az elmondottak szerint pár méter egyébként a két épület közötti különbség. De nem tettünk le arról sem, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a volt főiskola konyháját, tálaló konyháját és ebédlőjét felújítsuk. A gondolatunk, célunk az az, és ezért a későbbiekben dolgozni fogunk tovább, hogy ezt a tálaló konyhát is fel tudjuk újítani, és egy olyan modern rendezvényközpont, konferenciaterem, klubhelyiség és egyéb szolgáltatást is nyújtó épületrészt tudjunk kialakítani, ami sok-sok igénynek és szolgáltatásnak a helye lehet. Így keressük jelenleg azt a pályázati lehetőséget, amelyel ezt az épületrészt is szeretnénk felújítani, hiszen tudjuk jó, hogy sokan szeretik ezt a helyszínt, nagyon sok rendezvényt tartunk itt, illetve nyilvánvalóan ezeknek a rendezvényeknek a kiszolgálását is nagyban segíteni, hogyha az a tálalókonyha is felújításra kerülne majd. De még egyszer mondom, ezen pályázati kiírásban erre nem tudtunk pályázni, viszont ami jó ír, hogy egy gyönyörű új modern konyha fog épülni a főiskola udvarán. Jelenleg ott tartunk, hogy a szerződést megkötjük a Magyar Államkincstárral, amint a pályázati forrásnak az összege meg fog érkezni a kincstárnak az alszámlájára, akkor tovább fogunk haladni a munkában, felvesszük a kapcsolatot a kiviteli terveket végző cégekkel, nyilván itt kiválasztjuk majd azt a céget, aki alkalmasnak tartunk ennek a feladatnak az elvégzésére. Ez egy nagyon komplex feladat egyébként, és szükséges, hogy egy nagyon jó tervezővel tudjunk együtt dolgozni, és azt követően, hogyha megvannak a kiviteli tervek, utána következhet a közbeszerzés eljárás, majd a megvalósítás, mint ahogyan minden projekt esetében. 2023-ban is tarolnak a pasztell és az élénk színek, ezek mellett a farmer egy örök divat marad. A részletekről Fási Ágnes nyilatkozott. Itt vagyunk a divatban, ahol ha körülnézünk, akkor láthatjuk, hogy már szinte megérkezett a teljes tavaszi kollekció. Mit tudhatunk a 2023-as év divatjára, milyen színek, illetve fazonok, anyagok lesznek a trendik? 2023 tavaszán a pasztelszínek és az élénkszínek ugyanúgy egyaránt fognak hódítani. Nagyon-nagyon széles skálán mozog ez az egész, hiszen a múlttól egészen a hidegsejem anyagig, a tapadóstól a bőig szinte minden divat lesz. Minden korosztály és minden testformának a kedvébe tudnak járni a tervezők. Nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó dolog az, hogy a púderszín és a fuchsiát is össze lehet tenni, holott az egyik nagyon puha és nagyon lágy szín, a másik pedig nagyon-nagyon erős és domináns, és mégis tökéletesen illenek egymáshoz. Ebben az évben nagyon divat lesz, hiszen tavasz megújulás a póló, amiken nagyon édes kis minták vannak. Ezek a pólók, amik igazából most megérkeztek hozzánk, egészen S-től XL-es méretig vannak tervezve, tehát igazából a vékonyabb és a testesebb hölgyek számára is hordhatóvá vált. Nadrágok és szoknyák terén mire lehet számítani? A nadrágok terén szintén nagyon széles skálába fog mozogni ez a tavasz, hiszen bejött a szivarnadrág, amik több színben léteznek most már nálunk, és a push-up-os farmerok, az viszont minden nő számára egy fantasztikus kitaláció, hiszen megemeli az ember fenekét, és sokkal csinosabb formát ad a fenéknek. Látható, hogy itt az üzletben számos farmer kabát is érkezett, és ha jól tudom, a farmer az még ebben az évben is nagyon fog hódítani. Persze, természetesen, hiszen a farmer örök divat, nem is tudom, mert szerintem 1960-ban is hordtak farmert az emberek. Most, amit egy kicsit megbolondítottak a tervezők, a farmer jackiben, a nőies farmer jackiben, az a fodor, vagy pontosabban a budgyosój, amit nagyon kedvelnek a hölgyek. Mi a helyzet a bőranyaggal, a bőrtextúrával? Megérkeztek hozzánk a tavaszi bőrszoknyák, sárga és pink színben, vagy azaz fuchsia, aki ahogy szereti, úgy hívja. A fekete az most egy kicsit háttérbe szorult már, sőt, igazából, hogy jön a jó idő, már kevésbé kényelmes a bőr viselet, főleg nadrágban. A szoknyát az szerintem mindenki szereti.
Mi a fő különbség, vagy mi látszik a legjobban, ami a tavalyi évhez képest a 2023-as évben majd megváltozik a divatban? Ebben az évben, ami változik, hogy előtérbe jön a csipke. 2022 telén már szépen be akart törni, de mivel hogy hűvös idő van, hidegebb van, így kevésbé akarták megvásárolni a hölgyek. Na most aztán minden nőnek kell egy csipke darab a ruhatárába. Akár ruha, akár felső, akár egy kardigán, bármi, a lényeg, hogy csipke legyen. Mi a helyzet a cipőkkel? Itt láthatjuk, hogy kényelmesebb, de elegánsabb darabok is megtalálhatóak. Mihez mit ajánlasz? A farmerhoz ajánlhatom a magas sarkúakat, hiszen ugyanúgy föl lehet venni egy elegáns blézerrel, mint ahogyan egy teli talpú torna cipővel és farmer jackivel. A szivarnadrágokat szintén egy teli talpú cipővel föl lehet venni, attól függ, hogy mit veszünk fölé. Február 22 a Magyar Parasport napja, amely alkalomból a Mezőtúri Rákóczi úti általános iskolában lélekmozgató programmal készültek. A részletekről dr. Varga Ildikó tanító és Gyuricskóné Horváth Ágnes tagintézmény vezető helyettes nyilatkozott. A Magyar Parasport napja alkalmából lélekmozgató program valósul meg itt a Rákóczi úti általános iskolában. Mit tudhatunk erről a napról? A Magyar Országgyűlés 2017. decemberében határozatba foglalta, hogy minden évben meg kell ünnepelni a Magyar Sportnapját. Az első megemlékezésre 2018. február 22-én került sor, és azóta itt az iskolában is próbálunk erre a napra mindig megemlékezni, koncentrálni ezen a napon erre az eseményre. Paraolimpia mottója egyébként a lélekmozgásban, tehát ha a lélek mozdul, a szándék, az akarat, az elszántság, a céltudatosság és az érzelem feltör, a testet mozgásra, cselekvésre kényszeríti. Ahhoz, hogy a lélek mozduljon, megismerés, tapasztalás, megértés, befogadás és azonosulás szükséges. Mi itt az iskolában azzal a céllal emlékezünk meg minden évben a parasportolókra, hogy a diákok megismerjék a mássággal élő embertársaik életét, hogyan lehet fogyatékkal együtt élni, mit jelent a mindennapokban a korlátozottság, hogyan tudják mégis meglévő képességeiket kihasználni és előnyt kovácsolni értékeikből. Próbáljuk a gyerekek lelkét megmozgatni és érzékenyíteni őket a témában. Mit foglal még magába ugye ez a nap? Egyfajta sportnap, megtapasztalhatják, hogy milyen lenne sportolni egy mozgáskorlátozottnak? Igen, a délelőtt során egy kis filmet és egy PPT-n keresztül egy kis előadást hallgathattak meg a gyerekek magáról a magyar parasportról, a magyar parasportolóinkról, a parasport történetéről, és most délután pedig a sportcsarnokban egy olyan cselekmény sorozatban lesz részük, ahol kipróbálhatják, hogy milyen lehet esetleg kéz nélkül mozogni, láb nélkül mozogni, vagy valamilyen érzékszer nélkül közlekedni és megtapasztalni dolgokat. Egy kicsit nem csak a lelkük, hanem a testük is ráhangulódik arra, ezekre a tapasztalásokra, hogy hogyan élnek a mássággal élő embertársaink. Az iskola már többször csatlakozott ehhez a programhoz. Miért fontos ez, illetve tapasztalatok alapján a diákok mennyire érzik át ennek a súlyát? Igen, ezt a lélekmelengető programot már idén most másodjára szervezi meg az iskolánk. Az első alkalommal is nagyon nagy sikere volt. Tényleg megtapasztalhatták a gyerekek, hogy milyen az esetleg valamilyen fogyatékossággal élni. Szerencsére itt az iskolánkban nincsenek súlyos fogyatékossággal élő gyermekek, de az iskolánk megfelel a 21. századi kihívásoknak, hiszen mozgássérültek is könnyedén meg tudják közelíteni az épületünket, hiszen olyan feljárók vannak, van liftünk, amivel esetleg a szintek között tudhatnának közlekedni, vagy a látássérültek is könnyedén tudnak a folyosókon elhelyezett segédeszközök segítségével itt közlekedni a folyosón. Természetesen, amikor a felújítás után mi visszaköltöztünk ide az iskolába, ezt a gyerekeket nagyon érdekelte, hogy akkor mik ezek a vonalak itt a folyosón, meg lift is van, és mi nagy hangsúlyt fektetünk erre, hogy akár szabadidőben, akár osztályfőnöki
órákon, akár etika órákon beszéljünk erről, hiszen ezek az emberek ugyanúgy szeretnének élni, mint bárki más, ugyanúgy szeretnének közösségben lenni, és úgy tapasztaljuk, hogy a gyerekek nagyon elfogadóak a mássággal kapcsolatban, és egy kicsit izgalommal is várják ezt a délutáni dolgot, hogy hogyan tudnak majd teljesíteni, hogy milyen is lehet az igazából, amikor valamilyen érzékszervüktől, vagy akár a mozgásuktól megfosztják őket, hiszen délelőtt már láthattak több képet egy kis PPT alkalmával, amikor olyan sportok voltak, amit el se tudtak képzelni, hogy kosárlabdáztak, röplabdáztak, teniszeztek, futottak, és nagyon nagy érdeklődéssel figyeltek, és én úgy gondolom, hogy most ezen a mai délutánon tényleg mindent beleadva fognak majd ezeken a programokon részt venni. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!